Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jászmin, remélem jól vagytok. Most így jöttem, hogy lássatok, hogy minden kedves nézőmnek, minden egyes kedves nézőmnek, aki új vagy régi, mindegy, mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok, boldog időtöltésben a szeretteiddel. Remélem, hogy minden vágyatok fog teljesülni jövőre, és remélem, hogy minden, akinek baj van, vagy rosszul van valami az életében, remélem, hogy helyre jön, úgyhogy kívánok nektek sok-sok jót, sok-sok szeretetet. Köszönöm, aki évek óta követ engem, köszönöm a sok gyönyörű kommentet, köszönöm, hogy segítettek nekem a videóimat, hogy lájkoljátok és osszátok, minden-minden köszönök szépen, és remélem 2023-ban tudtam nektek valamilyen módon segíteni, ha még egy picikét, az már engem boldoggá tesz. Köszönöm szépen. Tehát drágáim, itt vagyok, el szeretném mondani a közleményeket, aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com, aki szeretne oldást, gyógyítást, úgy érzi, hogy az élete nem forog, ugyanazokat a köröket futja, annak oldást, gyógyítást kell, már az első oldás is nagyon hatásos. Aki szeretne átokrontás levételt, úgy érzi, hogy megátkozta valaki, egyfolytában rosszul sül el az élete, annak bizony átoklevétel kell, és rontáslevétel. Az történt velem, hogy pénteken utaztunk ide, valamiért elnéztem az időpontot, azt hittem, hogy egy órakor indul a gép, holott egykor érkezett Lútorra, úgyhogy abszolút lemaradtam, pedig a reptéren voltam, még a repülőt láttam, de már nem vettek fel. Utána 6 órát vártunk lázas gyerekkel, és utána rájöttem, hogy a csomag nélkülem nem ment el, de már késő volt, úgyhogy a csomag, a beigli, a hal és minden ajándék az ott maradt Magyarországon, úgyhogy úgy gondoltam, hogy valaki rosszat kívánt nekem, valószínű, hogy megátkoztak, de remélem, hogy Isten segítségével le tudom venni. Úgyhogy aki szeretne átoklevételt, annak itt vagyok. Aki szeretne fehér varázslatot, annak is itt vagyok. Aki szeretne füstölőket, hogy visszajön a párja, szerelmi füstölőket, karkötőket, mindenfajta betegségre, annak tudok postázni, és vannak gyönyörű szép amulettek, és kulcstartók is, tehát nagyon szép ajándék lehetne bárkinek, és megvéd titeket a gonoszságtól. Most pedig nézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Még annyit, aki szeretne velem áprilisba jönni Dubajba, csak úgy egy lányos 5 napot tartani, az jöhet velem, és természetesen beszélgetünk is, és eszünk, iszunk, és megnézzük gyönyörű szép Dubajt, úgyhogy már vagyunk olyan 3-an, egy 6-7-en mehetünk együtt, úgyhogy írjatok sziget31@gmail.com. Köszönöm szépen, nézzük, mit mondanak a kártyák. 8-as botok, valami jó hír fog érkezni. 2-es kardok, 10-es botok, 9-es kelyhek, 2-es kelyhek, 1-csillag, gyógyulás, diadalszekér, 1-király botok, 1-király kardok, lovag kardok, bocsánat. 7-es kelyhek, valaki ábrándozik. 4-es érmék. 1-egyensúly. És a király kelyhek. Mit jelentenek ezek a lapok? Úgy érzem, hogy férfiről fogok beszélni, mert az a könnyebb, de ti férfiak, rátok is illik, tehát a nőszemély érzi ezt. Úgy érzem, hogy ez a férfinek fáj a szíve, nagyon-nagyon hiányzol neki, és akarja tudni, hogy biztosan, hogy szereted-e, aggódik, hogy te nem szereted őt már annyira, mint régen. Lehet nem beszéltek, és lehet, hogy betartja a távolságot, ugyanakkor ez a férfi messziről figyel téged, és nézi, hogy hogyan van az életed, és hogy
mit is akarsz az életben, tehát figyel téged interneten. Úgy érzem, hogy lehet, hogy csalódott, vagy te csalódtál, vagy mindketten csalódtatok kicsit. Úgy érzem, hogy lehet, hogy féltékeny is. El akar indulni feléd, úgy érzem, hisz a kettes kelyhek és a kilences kelyhek jelzi, el akarja mondani az érzéseit, el akarja mondani, hogy mit gondol, hogy mit szeretne, és úgy érzem, hogy nagyon sokat gondol rád, valószínű most többet gondol rád, mint máskor, hisz karácsony van, és úgy érzi, hogyha nem vagytok együtt, hogy együtt kéne legyetek, nagyon-nagyon vágyakozik utánatok, a királybotok jelzi, és a királykelyhek is jelzi, hogy vágyakozik utánad. Szeretné veled tölteni a karácsony, de lehet, hogy egy párotoknál valami miatt nem lehetett. Úgy érzem, hogy reméli és imádkozik, hogy te is szereted annyira őt, mint ő téged. Reméli, hogy jövőre sokkal jobban lesz a kapcsolat, és hogy tudtok egymás felé nyitni és jönni. Úgy érzem, hogy nagyon sok blokkon dolgozik, most nagyon magába van fordulva, a négyes érmék jelzi, és a hetes kelyhek, hogy ábrándozik, de nem csak üresen ábrándozik, hanem azon gondolkodik, hogy hogyan gyógyítsa meg magát. A csillag jelzi, hogy amíg ő magába száll, amíg ő magába imádkozik, addig is gyógyul. Kéri a fenti hatalmat, hogy gyógyítsa meg a szívét. Mindenfajta blokkoktól, mindenfajta sötétségtől kéri a Jóistent, hogy vegyék le ezeket az energiákat. Úgy érzed, hogy ez a férfinek az energiája veled van, hisz ez így igaz. Lehet, hogy nincs veled, lehet, hogy most karácsonykor egyedül vagy és sírsz utána, de a jó hírem az, hogy az energiája a kettes kelyhekben és a nyolcas botokban körülvesz téged, nagyon szeret téged, ott van a szívedben a férfi, elmondja neked telepatikusan, hogy mennyire szeret téged, hogy a szívetek egy, hogy lelkitársok vagytok, elmondja azt, hogy feléd akar jönni, és reméli, hogy a fenti hatalom segít titeket közelebb jönni, és jövőre például találkozni, hogyha messze vagytok egymástól. Úgy érzem, hogy ez a férfi nem érzi magát biztonságban, fél attól, hogy nem szereted, fél attól, hogy már sok a probléma is, nem bírod, hogy csalódtál benne, fél attól, hogy esetleg már más szeretsz, és más valaki van az életedben. Úgy érzem, hogy fogja a kapcsolatot, nem akar elengedni téged, és nagyon negatív a gondolatai, félelmei vannak, fél attól, hogy minden rosszul fog alakulni, akkor is, hogyha nem fog alakulni. Úgy érzem, hogy nagyon pessimista a mai napon és a múltban, hogy arra gondol, hogy mi lesz, hogyha ez a kapcsolat valamiért nem fog stabil lenni, és nem fog jó lenni. Úgy érzem, hogy ez a férfi stabil alapokat akar építeni, azért akar stabil alapokat, hogy te legyél neki a világja, te legyél neki az élete szerelme, és ugyanakkor tudja rá támaszkodni. Szeretne olyan férfi lenni, aki stabil, aki nem inog, akitől szerelmet várhatsz, akitől kutyát, macskát, házat, aki mindig ott van, hogyha könnyes a szemed, szeretne boldoggá tenni téged, szeretne utazni veled, szeretne olyan ember lenni, hogy semmi és senki nem tudja tőled elvinni. Szeretné, hogyha a kapcsolat gyógyulna, és a lelked gyógyulna. Meg szeretne védeni téged minden rossz embertől, és minden rossz dologtól, ami az életedben történt. Mindenképpen stabil alapokat akar építeni. Magyarul úgy mondanám, hogy ez a férfi bizony-bizony szerelmes belétek, és minden áron azt akarja, hogy halljad meg a szíve dobbanását, hogy szeret téged, telepatikusan egyfolytában beszél hozzád, és azt kérdezi, hogy hallasz engem? Hallod a hangomat? Hallod, ahogy elmondjam, hogy szeretlek téged? Hogy nagyon hiányzol nekem? Ábrándozik rólad, de ez az ábrándok szeretné, hogyha valósággá lenne. Szeretne feléd jönni itt a király botokban, szeretne minél hamarabb bejönni az életedbe. Egy páran fogtok hallani róla ma vagy holnap, és karácsonykor, hogy elmondja, hogy hiányzol neki, hogy elmondja, hogy te vagy neki a legnagyobb álma. Nézzük meg, hogy mit akar még üzenni neked.
mint mondtam, nagyon-nagyon vágyakozik utána. Hogyha nem vagytok karácsonykor együtt, vesztességnek érzi meg, a szíve fáj, a szíve szomorú lehet neked is, ugyanakkor azt gondolja, hogy ajándékként kapott ő téged, tehát Isten is ajándékot adott neki, úgy érzem, hogy stabil akar lenni, imádkozik, kéri a fenti hatalmat, hogy együtt legyetek, hogy tudjon téged feleségül venni, vagy komoly kapcsolatot. Hogyha messze vagytok egymástól, arra vágyakozik, hogy közelebb gyertek egymáshoz, ő utazzon hozzád, vagy te ő hozzá. Úgy érzem, hogy te előtted nagyon szerencsétlen volt az élete, nem volt boldog, kihasználták, ellenségeik voltak, nem tudta úgy a szívét használna, hogy kellett volna, nem tudta kimutatni az érzéseit, mert otthon úgy tanították meg, hogy nem szabad kimutatni az érzéseket, úgy érzem, hogy nem volt jó a családi háttere. Egy párotoknál úgy érzem, hogy januárban már valami utazás várható, lehet, hogy ő utazik hozzád, vagy te utaz ő hozzá. Úgy érzem, hogy januárban sokkal nagyobb szerencse jön a kapcsolatban, és jobban meg fogjátok érteni egymást. Egy párotoknál, mint mondtam, az utazás azt jelenti, hogy meg fog téged látogatni ez a férfi. Nagyon szeret téged, te vagy az élete szerelme, te vagy neki az igaz szerelme. Úgy érzem, hogy lelkitársak, ikertársak vagytok, és úgy érzem, hogy jó páratoknak a héten, szilveszterig üzenni fog ez a férfi. Még mit akar nektek mondani? Lehet, hogy beszéltek interneten, lehet, hogy elmondja egy kicsit, hogy szeret téged. Lehet, nem direktben mondja el, hogy hú, de szeretlek, de mégis úgy gondolja, hogy a sors is egymásnak teremtett, és úgy érzi, hogyha jó Isten akarja, amikor itt van a isteni idő, akkor úgyis együtt lesztek. Azért reménykedik, hogy a kapcsolat meggyógyul, és minden jó lesz. És úgy látom, hogy egymásnak a tükrei vagytok. Te is azt érzed, hogy ő az igazi, ő is azt érzi. Úgy érzem, hogy amiért még nem karácsonykor együtt, nem vagytok együtt, ez azért, mert Isten egy másik időt akar nektek adni, akkor, amikor úgy gondolja jó Isten, hogy mind a ketten boldogok lennétek együtt, akkor fog ez eljönni. Egy páratoknál május-januárban, míg másik páratoknak tavasszal lesz ez a találkozás. Lehet ez a férfi a múltban elhagyott téged más valakiért, lehet nem tudta megélni a kapcsolatot, mert a lelke még fiatal volt, lehet, hogy ő a fiatalabb, mégis te vagy az öregebb, mert a te gondolkodásod sokkal másabb. Lehet elhagyott valakiért, most ezt megbánta, nem jó ott a dolog, ahol van, vágyakozik utánad, szeret téged, és úgy érzem, hogy egy párotoknál még sír is a mai napon, hogy miért történt ezt, és miért hagyott el téged. Nézzük még, hogy mit akar neked üzenni. Hagyd, hogy a barátaid segítsenek. Egy párotoknál lehet, hogy együtt vannak barátok, és valamiért össze tudják hozni újra a kapcsolatot, vagy a barátodtól tudsz üzenni. Hogyha veled van még ez az illető, és szereted, és valamiért nem vagytok jól, fejezd ki a szeretetedet, mutasd meg, hogy igen, bízhat benned, mert ez a férfi nem érzi jelenleg biztonságba magát. Úgy érzem, ha egy párotok vissza akarja fogadni a régit, akkor igen, ő lehet az igazi, de úgy érzem, hogy egy párotoknál kell a kapcsolaton dolgozni, mert még vannak akadályok, viszont ő már dolgozik magán. Úgy érzem, hogy kész kell legyél, mert nem sokára jó hír fog érkezni neked. Úgy érzem, hogy fentről fognak irányítani, hogy mikor tudtok találkozni, fogsz egy jelet kapni, amikor itt az idő, hogy kibéküljetek, érezni fogod a szívedben, és úgy érzem, hogy ez a kapcsolat nagyon-nagyon spirituális, és Isten is együtt teremtett titeket, egymásnak teremtett titeket, és az univerzum azt mondja, hogy igen, minden jó lesz az életedben, és ez a férfit neked szánták. Telepatikusan elmondja, hogy te vagy a lelkitársa, és telepatikusan olyan dolgokat, olyan perceket csinál neked, amiben érzed, hogy össze vagytok kötve. Tehát gyönyörű szép karácsonyotok lesz telepatikusan, akik nincsenek együtt, boldogság és szeretet vesz körbe. Úgy érzem, hogy lehet, hogy álmodott rólad, és el fogja mondani, hogy te vagy neki az álma, és hogy te rólad akar álmodozni. Nézzük meg, hogy még mit akar üzenni neked.
Igen, minden nap veled akarok ébredni, reggel, este és délben. Veled akar élni, veled akar lenni, feleségül, a feleségül akar venni téged. Elbújtattam a múltban az érzéseimet, viszont titokban nagyon szeretlek téged. Lehet, hogy nem tudtak kifejezni az érzéseit, hisz nem tanították meg, és ami a jó hír, hogy egy párotoknál még ebben az évben jelentkezik, hogy elmondja, hogy igen, szeret téged, és igen, van jövőképe, hogy hogyan legyetek együtt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha bármi kérdésetek van, írjatok, mert én készen állok arra, hogy tovább dolgozzak veletek, és kérlek, lájkoljátok a másik csatornámat is, a Facebookon is, és be fogom linkelni. Aki szeretne feliratkozni a csatornáimra, a többire, az feltehet egy kérdést, és természetesen jövőre leszek TikTokon és bárhol, de minden nap most szilveszterig jövök, ahogy tudok, és szilveszterkor van a születésnapom, akkor is be fogok jelentkezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, úgyhogy kellemes időtöltést, kellemes estét kívánok ezen a gyönyörű szép karácsonyi napon. Sziasztok!